A Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum fő célcsoportjai közé tartoznak Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob és Tiszaeszlá települések álláskeresői, illetve a munkaadók és vállalkozások. A pályázat újdonságát jelenti, hogy összekapcsolja a keresletet és a kínálatot. A hagyományos megközelítés helyett a vállalkozások szempontjait helyezi előtérbe. A Tiszalöki Paktum iroda több mint 1600 vállalkozással van kapcsolatban, azonban ezeknek a nagyjából 80%-a mikrovállalkozás, tehát egy, maximum kettő főt foglalkoztatnak. Nagyon nehéz volt a kezdet, tehát hogy a kapcsolatot megteremteni, felvenni a kapcsolatot azokkal, akik egyrészt munkavállalók, ővelük régebben van kapcsolatunk, hiszen a közcélú foglalkoztatás területén ugye van egy bázisunk, illetve a munkaügyi központ, most már a járási hivatal munkaügyi osztálya, a szereplő, és ővelük együtt sikerült bevonni nagyon sok egyéni vállalkozó céget, akik itt Tiszalökön vagy a környezetünkben munkáltatnak. Esetenként egy-két ember, de van, aki több tíz vagy akár száz embert is. És most már ezek a szereplők is látják ennek a fontosságát, hiszen fennáll most már az a helyzet itt Tiszalök és térségében is, hogy munkaerő hiány van. Egy másik probléma, hogy a regisztrált álláskeresők 60%-a általános iskolai végzettséggel vagy még azzal sem rendelkezik az iroda adatai szerint. Tiszadadán és Tiszadobon 7% fölötti a munkanélküliségi ráta, Tiszaeszláron ettől is rosszabb a helyzet, Tiszalökön viszont ez az arány már 5,4%, ami egyre jobban közelít az országos eredményekhez. A paktumnak köszönhetően a szakképzést is jobban megismerhetik a munkaadók, 2020-tól pedig fontos változások előtt áll a szakképzés rendszere. Amit eddig hiányoltunk, hogy kevésbé biztosított az átjárás, most gimnázium, szakképzőiskola és a technikumban is 9. évfolyamban még mindenki változtathat, ha úgy érzi, hogy valamilyen okból kifolyólag változtatnia kell, hiszen ugyanazt a közismereti tartalmat tanulja, és az ágazattal csak ismerkedni fog. A technikumot mindenki figyelmében ajánlanánk, hiszen egy olyan iskolatípus lesz, ahol az alapozó képzést követően 11-től már szakirányi tartalmat tanul, és 12-ben a technikumban tanulók előrehozott érettségit tesznek magyarból, matematikából, történelemből, tovább tanulják 13-ban még az idegen nyelvet, és 13-ban gyakorlatilag két bizonyítványt kapnak. Egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet a diákok. A szakmai tantárgy érettségi eredménye pedig emelt szintű érettségének számít, így akár felsőoktatásba is jelentkezhet a technikumot végző tanuló. A szakképző iskolákban pedig arra törekednek majd, hogy minél jobb szakembereket képezzenek. Ezért ők 10. évvégén az ágazati vizsgát követően duális képzés keretében elsajátítják a szakmát, és azt követően kapnak képesítést. A korábban HEAT programként ismert lehetőség is marad 2020. szeptemberétől, de Dobbantó program néven lesz majd elérhető. Ennek lényege, hogy akik korábban nem tudták befejezni az általános iskolát, azok most azt is befejezhetik, illetve szakmát is kaphatnak.